Borbás Marcsi minden könyve a www.1.shop.hu oldalról rendelhető. Egy egészen különleges palacsinta receptet hoztam. Ez egy gluténmentes, sőt teljesen lisztmentes palacsinta recept. Először is kell hozzá 10 deka mascarpone. Hozzáadunk 3 egész tojást. Tulajdonképpen egy ilyen protein palacsinta. Hozzájön egy csomag vaníliás cukor, egy csipet só, és ezt egy kézi habverővel krémesre kikeverjük. Addig, míg teljesen egynemű nem lesz. Ezzel kész a tésztánk. A töltelék, hogyha már ennyire odafigyelünk arra, hogy mit eszünk, egy almás sütőtökös töltelék lesz. Fogunk egy darab sütőtököt, egészen apró kockákra vágjuk, de le is reszelhetjük, ki hogyan szeretné. De lehet csíkokra vágni, almareszelőn lereszelni. Ez attól függ, hogy ki hogyan szeretné tálalni. Előbb elkészítem a tölteléket, hogy ahogy sütöm a palacsintát, már is tudjam tölteni. Megolvasztok egy kis vajat. És a vajon dinsztelem meg az apróra vágott sütőtököt. Hogyha ilyen apróra vágjuk, akkor elég néhány perc a sütőtöknek. Így, ahogy dinsztelődik a vajon, még édesebb lesz, karamellizálódnak benne a cukrok, tehát nem feltétlenül szükséges plusz cukrot adni hozzá, de ha valaki édesebben szereti, és nem diétázik, így az új évben, nyugodtan tehet rá egy picit. Amíg ez dinsztelődik, addig felvágom az almát is. Célszerű egy ilyen savanykásabb almát választani az édes sütőtök mellé. Ezt is fölvágjuk. Nem muszáj annyira apróra, mint a sütőtököt, de azért apróra. Az alma ugye nagyon-nagyon gyorsan megpárolódik, és éppen csak egy kis hőkezelés elég neki. El is készült a sütőtök, úgyhogy jöhet rá az alma. Egy perc elég az almának, csak éppen, hogy átforrósodjon. Jön rá egy kis reszelt citromhéj, biocitrom természetesen. Jön rá egy kis fahéj, és egy evőkanálnyi mascarpone. És el is zárhatjuk ez alatt a tüzet. És kész a töltelékünk. Természetesen, hogyha egy egész adagot készítünk, akkor azért sokkal több töltelékkel. Ezzel megvagyunk, úgyhogy jöhet a palacsinta sütés. Egy pici olívaolajat öntök alá, melyet eloszlatok, ugyanúgy, mint a palacsintát elkészítem. Tehát körülbelül ugyanaz az állaga. Elterítem a serpenyőben. Egy picikét tovább kell sütni, mint a sima palacsintát, pirosra az egyik oldalát, hogy meg tudjuk fordítani. Most már, ha egyben mozog, akkor mindjárt meg lehet fordítani. Már nem ragad a teteje. Szépen megfordítjuk. Másik oldalát is kis piros foltosra sütjük, megtöltjük, és már esszük is.